Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol a nyári szünet utáni első adást, első tartalmat láthatjátok. Visszatér Flora, városa, Eurográd továbbiakban a Twitch-en lesz majd elérhető, pár heti rendszerességgel. A továbbiakban pedig hétfőnként Flora városát láthatjátok itt a YouTube-on, mely most már az Economy 2.0, illetve a Detailers patch-el felvértezve fog jelentkezni. Meg kell, hogy mondjam, amíg ezt a 4 hetes körutat töltöttem, nagyon sok gondolatom volt ezzel kapcsolatosan, hogy miért előbb jelentkezett a Detailers patch, mint ahogyan vártuk, hiszen ahhoz képest, hogy az eredeti tervek szerint, illetve a Colossal eredeti ígérete szerint augusztus végén jött volna ez a Detailers patch, már július elejétől fogva élvezhetjük ennek az előnyeit. Mindenekelőtt azt mondom, hogy az Economy 2.0, illetve a Detailers patch megjelenése az megmentette a játékot, tehát ezt kétségkívül kijelenthetjük, hogy most már a City Skylines 2 az nagy valószínűséggel nem lesz egy bukott projekt. Az első fél éves teljesítmény után, ugyanis ez egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy megmarad-e ez a játék, legalábbis nekem nem volt egyértelmű, de végül is úgy tűnik, hogy a számok azt igazolják, hogy ez egy jó ötlet volt, mind az Economy 2.0, mind pedig a Detailers patchnek a bevezetése, mert hogy a játék értékelése az összértékelés 48%-ról 53%-ra, a legutóbbi értékelés pedig 52%-ról 58%-ra kúszott fel, ami még mindig csak a vegyes kategória, ám de egyre többen játszanak ezzel a játékkal. Annak ellenére is, hogy egyre nehezebb, hiszen az Economy 2.0 patch az nem éppen azt irányozta elő, hogy könnyebb legyen számunkra ez a játék, hanem különösen a kisebb városok esetében bűvészkednünk kell az anyagiakkal, a költségvetéssel is, mint ahogyan itt lehet látni, rögtön egy 30-40 ezres minusszal kezdek, ahhoz képest, hogy már az előzőekben, az Economy 2.0 megjelenése előtt már majdnem pozitívban volt a szaldó. Ennek megfelelően a mai rész az arról fog szólni, mint ahogy címe is mutatja, hogy mentsük meg Flora városát, hogy valahogyan egyensúlyba kell hozni a költségvetést, több különböző trükköt fogok mutatni. Hozzáteszem, hogy van nekem egy másik városom, egy mondhatni, hogy tesztvárosom, hogy ne csak az legyen, hogy mindenből tartalmat készítek. Természetesen azt a város, Center Hill-t is előbb-utóbb majd meg fogom mutatni, de már csak, hogyha majd olyan készültségi állapotban, illetve készültségi fokon lesz, hogy ezt meg lehessen mutatni. Center Hill például egy 30 ezres város, ott is megéltem azt, hogy csökkent a bevételem, sőt jelentősen csökkent a bevételem, de nem mentem mínuszba. Tehát azt lehet kimondani így első körben, hogy elsősorban a kis települések azok, amelyeket hátrányosan érint az Economy 2.0 bevezetése pénzügyi szempontból. Jelen pillanatban még 5 millión állok, de a rész végére már sokkal kevesebb pénzem lesz, viszont abban reménykedek, hogy sikerül már jobban egyensúlyba hozni a költségvetést. A másik városban, amely a legnagyobb városom, 100 ezer lakos fölött, Port Shadowban pedig szintén nem volt ilyen probléma. Jó közelítéssel így azt mondhatjuk, hogy a Tile Upkeep, vagyis a pótlagosan kioldott területek fenntartási költsége az, ami leginkább a költségvetési gondokat okozhatja. Én nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a való életben is így működik, hogy a pótlagosan kioldott területekért fenntartási költséget kell fizetni, és ráadásul ez
utolsó pillanatban került be a változtatások közé, és azt gondolom, hogy pontosan ezért jelent meg kisvártatva utána a Detailers patch is, hiszen ez a kettő összetartozik, mert hogy a Detailers patch segítségével lehet olyan kisebb épületeket építeni, amelyek költséghatékonyabban működnek. Én is most pont ezt csinálom, építek egy kisebb középiskolát, a nagyobb középiskolát pedig kikapcsolom egészen addig, ameddig szükség nem lesz rá. Ez az egyik része a történetnek, a másik pedig az, hogy természetesen nagyon örülünk annak, hogy ingyen kaptunk 27 darab új épületet. Jelen pillanatban 35 ezer mínuszban vagyok, tehát itt mindenképpen kell majd valamit csinálni. Már elkövettem egy adóemelést, de nem feltétlenül ez lesz a megoldás, hanem inkább az, hogy a nagyobb épületeket fokozatosan ki kell kapcsolni, és amikor majd már ott tartunk, hogy anyagi tehetőségünk megengedi azt, hogy ezeket fenntartsuk, akkor pedig majd fokozatosan visszakapcsoljuk, illetve terjeszkedni is kell természetesen, hiszen a több polgár az értelemszerűen több adót fog fizetni. Jelen pillanatban nézem, hogy például ezt az Import City Service bekapcsoljam-e. Lényeges dolog, hogy az Import City Service az ilyen egészségügyi, oktatási és így tovább szolgáltatásokra vonatkozik, az áramnak az eladására nem, tehát az áram eladása és vétele az enélkül is fog működni. Természetesen azt is figyelembe kell vennünk, amikor az Economy 2.0 patch felvértezve játszunk, hogy némi halálozási többlettel kell számolnunk. Szerintem ez például a kisebb városokban nem olyan durva, minimális csak a népesség csökkenése, ez inkább a nagyobb városokat fogja érzékenyen érinteni, például Port Shadow városában körülbelül 5000 embert veszítettem el így, nem olyan jelentős idő leforgása alatt. Az is igaz, hogy nyilvánvalóan mindenkinek máshogyan fog hatni az Economy 2.0 patch, ami nem könnyítette meg a játékot, de a Detailers patch segítségével viszont vannak olyan lehetséges, nem is azt mondom, hogy kiskapuk, hanem technikák, amellyel tudjuk költséghatékonyabban működtetni a városunkat. És hát, hogyha belegondolunk, ez is a reális, tehát mondjuk egy 5000 fölötti lakosság számra még nem biztos, hogy a legnagyobb iskolát kell nekünk telepíteni. A mai alkalommal tehát arról fog szólni ez a rész, hogy a költségvetést megpróbáljuk egyensúlyba tartani, ugyanakkor szeretnék mutatni pár olyan trükköt, elképzelést is, amely egy újfajta szemlélettel segít elhelyezni ezeket az új épületeket, különösen a parkokat, amelyek nagyon jók, hogy bekerültek a játékba. Egyébként erről van egy személyes véleményem, hogy miért ilyen hamar kaptuk meg a Detailers patch-et. A logikus értelmezés az valóban az, hogy azért, mert ez a kettő összetartozik, tehát hogy segítsen költséghatékonyabban működtetni a város, de azért én egy kicsit tovább gondoltam, van egy rosszindulatú, meg egy kevésbé rosszindulatú értelmezésem is. Kezdem a kevésbé rosszindulatúval. A kevésbé rosszindulatú értelmezés az, hogy valószínűleg ezek az épületek már készen voltak, és ha jól működött volna a játék, akkor valamikor kiegészítőben, DLC-ben, Content Creator Pack-ben pénzért ránksózták volna ezeket. Érdemes azért megfigyelni, hogy a Paradox a szokásához híven azért nem adott annyit, hogy maximálisan elégedettek lehessünk. Nyilvánvalóan
ezt az üzleti érdekek mozgatták, hogyha kijön egy content creator pack, akkor azért az iránt is legyen érdeklődés. Például, hogyha most vesszük az Elevated Subway Station-t, akkor az nagyon kis plain, nagyon kis egyszerű, tök jó, hogy van, de egészen biztos, hogy akár a magas vezetésű metróállomásból, akár majd a vasútállomásból lehet szebbet alkotni, akár a modderek fognak szebbet alkotni, vagy akár a content creator packek nyomán kijön majd valami szebb. Más épületek viszont ugyanakkor gyönyörűek, például ilyen az Urban High School, vagy akár ez a kicsi iskola is nagyon jól néz ki, nagyon kis cuki, hogy így mondjam, tehát vannak jó épületek benne, illetve vannak olyanok, amiket majd meg fogunk venni a későbbiekben pénzért. Ez a kevésbé rosszindulatú értelmezés. A rosszindulatúbb értelmezés a Colossal Orders részéről volt, hogy egészen egyszerűen megijedtek, azért, mert hogy az látszott, hogy a Paradox az nem szívbajos. Ugye volt a Paradoxnak egy törölt projektje, a Live by You nevezetű, amely a Simsnek az utódja lett volna, illetve letaszította volna a trónjáról a Sims 4-et, vagy akár a készülő Sims 5-öt is, na most ebből nem lett semmi. A Paradox pedig nem teketóriázott, nem csak, hogy a projektet törölte, hanem az egész stúdiót úgy, ahogy van, megszüntette, tehát elképzelhető az, hogy már olyan szintre jutott el a City Skylines-szal kapcsolatos negatív érzet, negatív kritika, ami szerencsére most megfordult, úgy tűnik, és még hamarabb, mint én számítottam, mert én mondtam nektek már egy előző részben, hogy én arra számítok, hogy majd nyár vége, ősz eleje, de úgy tűnik, hogy már most egy javuló tendenciát tapasztalhatunk, tehát megijedtek akár a Colossal Orders-nél, vagy akár a Paradoxnál is, hogy akkor itt most mi lesz, hogyha nem tudnak valamit alkotni, és akkor inkább gyorsan megcsinálták még a nyári szünet előtt a Detailers patch-et is. Egyébként amikor én ezt megkaptam, hogy van Detailers patch, és hű de nagyon jól néz ki, akkor pont Stockholmban voltam, készült is az Andrew City Life Facebook oldalára egy kép, nem is csak egy, több a Paradox székházáról, gyakorlatilag a Paradox mondjuk csak egy emeletét, vagy egy-két emeletét foglalja el annak a székháznak, de minden esetre nagy élmény volt, hogy ezt is láthattam, és mivel Stockholmban voltam, ugye nem tudtam játszani a játékkal, hát alig vártam már, konkrétan mikor vasárnap hazajöttem, hullafáradtan, 14 óra vonatút után, még késett a vonat, a második dolgom az volt, miután ettem, hogy akkor City Skylines-ozzunk, tehát így körülbelül ez így nézett ki, hogy már kb. Elvonási tüneteim voltak, hogy nem játszhatok, viszont most már azt kell, hogy mondjam, hogy még a korábbiaknál is jobb játék lett a City Skylines 2, nagyon jól ki lehet használni ezeket a detaileket, illetve nagyon jól ki lehet használni a különböző tájlokat, amit angolból magyarra leginkább csempének tudnánk fordítani, de hát itt nem csempéről van szó, hanem járdáról vagy kövezetről, de ez teljesen mindegy. Annyi kritikai megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan, hogy én nem annyira vagyok megbékélve a tájlok ezen típusú kijelölésével, sokkal jobban örültem volna egy autókitöltő funkciónak, mint amit a City Life játékban egy reszombati tartalomban már mutattam, de azt gondolom, hogy ezzel is eléggé jól el lehet lenni, nagyon szép részletességet lehet adni ezzel a városnak. Nyilván itt aki amennyire szeretne belemenni ebbe a Minecraftozásba, ahogyan szoktam mondani, annyira kell csak részletesen megtervezni a város, bár minél részletesebben tervezzük meg, annál szebb lesz, és annál jobban fog kinézni, annál szívesebben építjük.
Szóval nagyon jó, hogy ezek a tájlok bekerültek, és úgy tűnik, hogy nagyon jó ötlet volt a Paradox részéről az is, hogy olyan embereket kérdezett meg, akik nem várostervezők, hanem csak szeretik, idézőjelben csak szeretik a City Skylines-t, tehát nem youtuberek, nem bloggerek és így tovább, és ők el tudták mondani ezek szerint az őszinte véleményüket. Engem egyébként meglepett az, hogy az volt a rajongók kérése, mert ezek szerint az volt a kérésük, hogy legyen nehezebb a játék, és már az elején pozitív fogadtatásban részesült az, hogy végre van kihívás a játékban. Szerintem előtte is volt elég kihívás benne, de hogyha ezt akarták, akkor végül is nem baj, hogy ez így történt. Meglátjuk. Nyilvánvalóan majd, ahogyan jönnek az egyre újabb DLC-k, úgy lesznek majd egyre olyan lehetőségek, amik mondjuk a pénzkereséssel kapcsolatosak. Gondolok például a City Skylines 1-ben a Stadion DLC-re. Az egyébként engem nagyon sokszor kihúzott a csávából, még a CS1-nél. Itt pedig most arra gondoltam, hogy hosszabbítsuk meg ezt a buszvonalat, mert most már ideje lenne, hogy nagyobb területeket tudjunk ezzel kiszolgálni, illetve meg is szüntetem itt ezt a buszfordulót, mert ide majd akkor mehetnek az egyéb épületek, illetve a parkolók. A parkolók is nagy változatosságnak örvendenek most már. A hosszabb parkolókat én elsősorban inkább bevásárló központoknál használnám. Nekem nagy kedvencem ez a fedett parkoló, ami szerintem nagyon jól néz ki. Az egy szépség hibája van, hogy nagyon kevés autót képes befogadni, de mivel kis helyen elfér, kompakt, rugalmas, ezért szerintem elég sokszor fogom majd ezt a típusú parkolót használni. Az ilyen nagyobb parkolókat, azokat biztos, hogy ritkábban, különösen az ilyen nagyon hosszú parkolókat, annak egyelőre még ki kell találni a helyét, hogy hol fog az jól mutatni. Most ezt a kis házatot megszüntetem, de szerintem teljesen jó lesz ez így is. És akkor még beszélni akartam gyorsan a modokról, tehát azok a modok, amiket eddig használtam, azok tökéletesen működnek. Tehát működik a Move It mód, működik az Extended Road Upgrade, őt menet közben jöttem rá, hogy ezt az Extended Road Upgrade-et föl lehet használni arra, hogy a zónákat egy kicsit terelgessük, hasonlóan ahhoz, ami a City Skylines 1-nek az egyik utolsó frissítésében jelent meg, majd azt mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan lehetséges ez. Most egyelőre megpróbálom a partot minél csinosabbra kialakítani, fokozatosan terjeszkedünk a part felé, és itt elsősorban a medium rezidentálok azok, amik irányadóak lesznek. Illetve a vegyes üzletek, a mixed rezidentálok. Egyébként akár Stockholmban, akár Oszlóban járva, mert mindegyik skandináv fővárosban voltam most, Reykjavikot kivéve, akár Koppenhágába járva nagyon gyakoriak ezek a mixed rezidentálok, tehát valószínű, hogy innét származik az ötlet. De ahogy egyébként az ember járkált ezekben a városokban, akár észrevette a körforgalmon átmenő villamost, és így tovább, tehát nagyon sok mindent, hogy végül is ugye a készítők finnek, a Paradox pedig svéd, tehát nagyon sok elemet igyekeztek arra az országra hangolni. Ez nyilvánvalóan érthető is, hiszen az ember a saját környezetét ismeri a legjobban, és a saját környezetéhez ragaszkodik leginkább. Aki pedig kelet-európai környezetet szeretne látni egyelőre, annak a Workers and Resources Soviet Republic című játékot ajánlom,
amelyből egyébként előbb-utóbb, nem ígérem, hogy még a héten, de tervezek gameplayt. Az biztos, hogy ez nem a szerdai szimulációkban fog megjelenni, hiszen a szerdai szimulációknál jelen pillanatban még a City Bus Manager-t toljuk, de azt ígérhetem, hogy augusztus hónapban már a Workers Soviet and Republic is terítékre fog kerülni valamilyen formában itt a YouTube-on. Némi kis erdőírtás annak érdekében, hogy ide is építhessünk, és ide még a régi parkot, ezt a Korcsolya parkot fogom betenni, mert ez az, ami jól elfér itt. Viszont ide a körforgalomba akkor betennék egy újabb parkot. Ugye tudom azt, hogy persze a körforgalmat azt lehet díszíteni, de van ez a Ring Park, és most azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet ezt a Ring Parkot egy kicsit csinosabban elhelyezni, mégpedig úgy, hogy ide szeretnék köré vonni egy körforgalmat. Ez nem lesz annyira nagyon egyszerű dolog, mert hogy először a körforgalmat kell megcsinálni, és itt nem használhatom a beépített körforgalmakat, hiszen majd bele akarok építeni. Ezt szerintem már mutattam a korábbiakban, de aki nem látta, én is egyébként Imperatúrtól tanultam az ő videóiból, hogy hogyan néz ki ez. Tehát csinálok egy keresztet, nagyon fontos, hogy a kereszt az ténylegesen kereszt legyen, tehát jelen esetben 86 és 86 egymást metsző vonalat hoztam létre, 86 méter, 86 méter, így 42 egy negyed, majd utána pedig ügyesen, lehetőleg úgy, hogy az tényleg kör legyen, és ne krumpli, meghúzom ezeket a körforgalom részeket. És hogyha ez megvan, akkor majd a belsejét azt el fogom távolítani, mert az nem kell nekünk, és ennek a közepébe fogom megépíteni ezt a Ring Parkot, aztán meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni. Ez nem fog modok nélkül menni, tehát a Move It módot mindenképpen használni kell, és viszonylag időigényes, de szerintem megéri, mert a végeredmény az nem lesz rossz. Lássuk is akkor, hogy hogyan építem meg a parkot a körforgalomban. Most látom, hogy még így sem lett tökéletes kör, de a Move It mód az egy isten áldása, nagyon sokat tud segíteni, talán anélkül nem is igazán lehetne ezt megvalósítani, próbálkozni kell vele, és akkor folyamatosan ki lehet ezt egyengetni, illetve, hogyha úgy látszódna, hogy nem egyenlő távolságra van a külső úttól a belső út, akkor ezekkel a sövényekkel, fákkal sokat lehet segíteni, hogy legalábbis optikailag rendben legyen a dolog. Ez csak egy ötlet volt arra, hogy hogyan lehet elhelyezni a Ring Parkot, már akkor megfogalmazódott ez bennem, amikor megláttam, hogy van egy ilyen gyűrűs park.
Itt a költségvetésnél pedig pont azt lehet látni, hogyha a Tile Upkeep-et levennénk, akkor pont pozitívban is lenne a költségvetésünk, tehát ez az, ami megnyomja a költségeket. Én pedig fokozatosan akkor elkezdem visszavenni az adókat, ez nem volt feltétlenül egy jó ötlet, mert a 11%-os adó már úgy tűnik, hogy ez az 1%-os emelés is befolyásolja negatívan a keresletet. Úgyhogy akkor fokozatosan elkezdem visszavenni az adókat az eredeti 10%-ra. Természetesen először a rezidentálokkal kezdem, hiszen abból van a legjelentősebb adóbevételünk. Amire pedig szintén figyelnünk kell a költségvetés mellett, hogy ugyan csak 8-9 ezer lakosunk van, de már most is forgalmi problémák jelentkeznek, elég nagyok a dugók, ennek az az oka, hogy nem építettem elég széles utat, úgyhogy majd fokozatosan bővíteni fogom a különböző utakat, sugárutakká. Az igazság az, nem tudom, hogy ti hogyan tapasztaltátok, de a játék forgalomszervezés szempontjából leginkább a saktábla-szerű várost szereti, ott valahogyan jobban eloszlik a forgalom, könnyebben lehet nem csak berendezni az ilyen várost, hanem könnyebb a különböző forgalmi problémákat is kezelni, kevesebb dugó lesz. Na például ott van egy olyan út, amit majd sugárúttá lehet bővíteni, közben pedig fokozatosan kapcsolom ki a nagy épületeket, mint például most ezt a postát is, és építem meg a kisebb változatát. Nem fogom lerombolni, mert a későbbiekben nyilván majd szükség lesz rá, de most az a lényeg, hogy valahogyan pozitívba hozzuk a készpénzt, és ennek egyik jó módja, kevésbé radikális módja talán az, hogyha kikapcsolom a nagy épületeket és megépítem a kisebb változatát. Ezek jellemzően fele fenntartási költségbe kerülnek, mint a nagyobbak. Igaz, hogy a kapacitásuk is fele a nagyobb társaikhoz képest, de azt gondolom, hogy egyelőre elég lesz a kisebb kapacitású épület is. Legalábbis az esetek többségében elég lesz, itt még a temetőnél a templomot is deaktiválni fogom. Ugye az Economics 2.0-nak ez egy nagyon hasznos funkciója, hogy most már lehet külön-külön is deaktiválni a különböző toldalék épületeket. Zárójelek zárójele, nem értem, hogy eddig miért nem lehetett, tehát hogy miért kellett, hogy több mint 9 hónap elteljen a játék megjelenése óta ahhoz, hogy lehessen külön-külön is kikapcsolni ezeket a toldaléképületeket. Itt egy kis próbálkozás, hogy átvezessük a híd alatt kis utcát, de végül is sikerült. Igazából ez is egy olyan újonnan felszedett tapasztalat, amit most kellett megtanulnom, hogy most már ebben a játékban, még ha nem használsz modokat is, gyakorlatilag nincsen olyan, hogy lehetetlen az útépítés szempontjából, ami azt jelenti, hogy meg lehet azt csinálni, csak próbálkozni kell vele. Lehet, hogy le kell rombolni, újra kell építeni,
de előbb vagy utóbb sikerülni fog. Hát nyilván ez egy türelemjáték, de amíg a Cities Skylines 1-ben valóban voltak olyan megkötések, hogy például mondjuk két utat egymás mellett sem lehetett igazán vezetni, addig a Cities Skylines 2-ben már lényegében nulla ez a megkötés, vagy nagyon-nagyon kevés. Most volt az például, hogy a Center Hill nevezeti városomban egy teljes magasvasúti rendszert tudtam kiépíteni, és a város középpontjában, a város szívében, tehát ott is meg lehetett csinálni, így itt is nagyon sok minden dolgot meg lehet most már csinálni, nincsen ilyen akadálya, csak próbálkozni kell vele. És akkor, amit én akartam itt még mutatni, ez szerintem egy nagyon hasznos új funkció, ami bekerült a játékba, hogy tudnélik ezeket a tájszokat, vagyis kövezeteket, nem csak úgy tudjuk lerakni, hogy mi önállóan rakunk le egy ilyen kövezetet, hanem az is lehetséges, hogy kiterjesszük a már meglevő kövezetet, tájszot, és itt pontosan ezt próbálom megcsinálni. Mondtam, hogy ez az építkezés, ez nem a kedvencem, de hogyha kicsit ügyeskedik vele az ember, akkor előbb-utóbb menni fog az. Tehát az a lényeg, hogy magának a parknak a kövezetét, padlózatát is ki lehet terjeszteni, csak hát ez is türelemjáték. De azért azt gondolom, hogy többé-kevésbé ez jól működik, és így lehet látni, hogy meg lehet oldani azt, hogy a park az egész kockát kitöltse, vagy az egész területet. És akkor itt már nem kell más, csak egy kis befásítás. Egyébként azt viszont mindenképpen mondanám, hogy nekem sokszor kevésnek tűnnek a fák. Ja, még rá is lehet egyébként rakni a parkra a fákat, úgyhogy szerintem ez is elég jól működik, de nekem sokszor eléggé kevésnek tűnik ez a fa mennyiség, és különösen azzal van a problémám, hogy érett formájában, tehát kifejlett formájában elég nagyok, elég sok helyet foglalnak. Majd meglátjuk, hogy a Content Creator Pack-ek ebben milyen változást fognak hozni. Ha nem is a fákkal kapcsolatosan, de én gyanítom, hogy sok új propot fogunk kapni, illetve van egy olyan érzésem is ebben a vonatkozásban, hogy a készítők a biztos dolgokhoz fognak nyúlni, tehát előbb-utóbb valamilyen formában viszont fogjuk látni a Park Life, Mass Transit és így tovább kiegészítőt, amelyek már sikeresek, ugyanis hát valljuk be, a játéknak azért volt egy komolyabb fiaskója, sőt, gyakorlatilag 2023. októberétől kezdve csak a fiaskóról és csak a problémákról hallottunk, és akkor most kezd magára találni. Amit akartam mutatni, ezt a korábbi Cities Skylines részekben már mutattam ugyan, hogy van ez az Extended Road Upgrade, amelynek segítségével nagyon egyszerűen lehet szegélyeket építeni. Egészen egyszerűen csak föl kell javítani az utat a szegélyekkel, és utána megcsinálni a tereprendezést, de amire még jó ez az Extended Road Upgrade mód, az az, hogy bizony a zónákat is lehet vele terelgetni, tehát hatékonyabban lehet megcsinálni a zónázást, mint egyébként. Kicsit ahhoz a nem is modhoz, hanem funkcióhoz hasonlít, amit a Cities Skylines 1-nek az egyik utolsó frissítésében kaptunk, hogy ki lehetett azt jelölni, hogy csak egyik oldalán zónázza az utat a program, vagy mind a két oldalán, vagy egyik oldalán sem. Így, hogyha ezt a fajta szegélyt olyan helyen használjuk föl, ahol utána nem gondoskodunk a tereprendezésről, akkor ilyen zónázási funkciókat is betölthet, majd mindjárt meg is fogom mutatni, hogy hogyan lehetséges ez.
Amit viszont most csinálok, az az, hogy a partnak alakítsunk ki valamilyen arculatot. Most itt az a fontos, ezt annak idején még egy már nem aktív youtubertől, Szemburtól tanultam, hogy úgy kell megépíteni az ilyen part szakaszokat, hogy egyre magasabbak az épületek, ahogy egyre beljebb megyünk a parton. Tehát a part mentén lesznek a legalacsonyabb épületek, utána a magasabbak, és utána pedig a még magasabbak. És hát tulajdonképpen ez a játéknak a lényege, ugye a neve az, hogy City Skylines, tehát ahhoz, hogy egy ilyen megfelelő skyline-t tudjunk kialakítani, így kell ezt megcsinálni, hogy egyre magasabb épületek lesznek, ahogyan egyre beljebb megyünk, vagyis az egyes épületek ne takarják ki a kilátást. Természetesen az életben mindig van ellenpélda, tehát olyat is látunk, például mondjuk egy City Skylines csoportban, nem is csak egyben, mert többször előfordul, ez az elég rossz megoldás, hogy iskolát helyeznek be egy autópálya felhajtó közepébe, tehát van az autópályának a felhajtója, és akkor ott azon a gyűrűn belül van az iskola, és akkor itt jön az, hogy WTF, ezt meg így hogy, és ezt nem a City Skylines város építői csinálják, félreértés ne essék, hanem ez ténylegesen egy életből vett példa, hogy az autópálya közepén van ilyen módon az iskola. De az élet természetesen tud más dolgokat is produkálni, de attól már, hogy az nem szép, nem biztos, hogy követni kell. És akkor itt lehet látni azt, amit az Extended Road Upgrade-del el lehet követni, hogy lehet irányítani a zónákat. Baromi jó dolog. Eddig is nagyon szerettem ezt a modot, de innentől kezdve abszolút a szívembe zártam. Itt még azt nézem, hogy lehet, hogy ezeket az épületeket át kéne építeni, amik itt a Korcsolya Park mögött vannak, hogy kicsit jobb legyen a kilátás, de hogyha jól nézem, akkor ez olyan épület, aminek tulajdonképpen se eleje, se hátulja nincsen, tehát hogyha megfordítom, sem járok vele sokkal jobban. Oké, ott be is állította a zónákat, leszedegetem, na de nem úgy, hanem emígy a felesleget, és akkor már is szegélyesen jelenik meg. Ez is nagyon jó, hogy a szegélyeket nem csak a parton lehet alkalmazni, a City Skylines 1-ben a szegélyeket a Key Anarchy mod nélkül csak partokon lehetett használni, illetve hát volt egy trükk, az árasztásos trükk, hogy idéglenesen vízpartot kellett építeni oda, ahol nem volt vízpart, tehát mondjuk a hegynek az oldalába, de ez nagyon nehézkes volt, úgyhogy ezért is egy piros pont, hogy ezt megváltoztatták szerencsére. Illetve ezek a szegélyek egyébként gyalogutaknál is működnek, de ezt gondolom már többen tapasztaltátok. Ahogyan így egyébként elnézem Flora városát, egészen biztos, hogy a forgalomra, illetve a forgalmi problémákra majd kiemelt figyelmet kell fordítani. Valószínűleg, hogy első körben ez az utak szélesítését fogja jelenteni, de először hozzuk egyensúlyba a költségvetést. Most már jobban állunk, mint eredetileg, mert volt 30 ezres mínuszunk is, sőt talán még 40 ezres is. Most már így a 10-15 ezres mínusz környékén vagyunk, de ahhoz, hogy érdemben lássunk valami növekedést a pénz tekintetében, illetve hogy meg tudjuk állítani ezt a negatív spirált, azt a legalább mínusz 3 kötőjel 5 ezres mínuszt kéne elérni, abban az esetben már azt fogjuk látni, hogy meg tud fordulni ez a trend, ami ugye most azt mutatja, hogy 5 millióval kezdtünk, és jelen pillanatban 3 millió 400 ezrünk van. Ez nyilván, azt mondom, ha nem is aggasztó, de figyelmeztető jelzés.
Viszont abból a szempontból, hogy egyre kevesebb a veszteségünk, ez mindenképpen bíztató lehet. Nem tudom egyébként, hogy ki hogyan tudott megbirkózni az Economic 2.0 kihívásaival. Arra kérlek benneteket, hogyha volt jó vagy rossz irányú tapasztalatotok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, akár azt is, hogy milyen város méretnél hogyan változott a költségvetés. Én azt tapasztaltam, hogy minél nagyobb a város, annál kevésbé érinti az Economic 2.0 költségvetési szempontból, viszont halálozási szempontból pedig annál jobban érinti a várost. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy írjátok meg majd kommentbe a tapasztalataitokat, hogy ki hogyan tudott ezzel megbirkózni. Valamint természetesen majd fogunk kezdeni egy új várost is, de azt már csak akkor, hogyha végre ez a Region Packs ez megjelent. Nagyon hallgatnak erről a Region Packs-ről, pedig van ötletem, hogy milyen várost szeretnék építeni, és ezt most kivételesen nem is fogom szavazásra bocsájtani, hogy milyen város legyen, mert ezt már eldöntöttem, hogy milyen lesz, úgyhogy azt fogom majd prezentálni, de későbbiekben természetesen majd sok más egyéb dologról is lehet szavazni az oldalon. Itt lehet látni a körforgalom díszítését. A körforgalom díszítésével kapcsolatosan megint úgy vagyok, hogy adtak is, meg nem is valamit a játékban. Egyrészt nagyon jó az, hogy a körforgalmak végre nem üres területként vannak jelen a játékban, másrészt jobb lett volna ezt egy kicsikét rugalmasabbra tenni, tehát ne csak kész paneleket, sablonokat lehessen a körforgalomnak a belsejébe tenni. Na de miért csinálták ezt? Valószínűleg, hogy itt is a marketing, illetve a pénzügyi szempontok domináltak, hogy majd a későbbiekben, vagy egy újabb frissítés nyomán, vagy akár egy fizetős DLC, vagy Content Creator Pack nyomán el lehessen adni még különböző körforgalom dekorációkat. Ha ingyenesen kapjuk patchként, akkor ez nagyon jó, ha viszont fizetősen lehetséges, hogy akkor is meg fogjuk venni. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy mindig megveszem az összes DLC-t, az összes rádióállomást, de ez általában azért van, mert szerintem ez egy megbízható brand, és ezt most is bizonyították végül is nagy nehezen, hogy egy megbízható brandről van szó, tehát tulajdonképpen ahogyan fejlődik a játék, úgy lesz egyre jobb és jobb. A költségvetési hiány orvoslásának következő állomása, hogy megpróbálom fejleszteni az ipart, és akkor itt egy másik gondolat, hogy miért is lehetséges az, hogy a nagyobb városok kevésbé szenvednek a költségvetés hiányától, egészen egyszerűen azért, mert egy idő után már abból lesz nekünk nagyobb mennyiségű pénzünk, hogy a feldolgozott termékeket tudjuk értékesíteni, illetve az úgynevezett immateriális javakat, amik itt szolgáltatásként szerepelnek. Na most ez azt is jelenti, hogy előbb-utóbb Kalidzsot kell majd nekem építeni, fejlettebb oktatást kell létrehozni, annak érdekében, hogy jobb gyár épületek épüljenek, és ott olyan árukat tudjunk előállítani, amelyek már feldolgozott termékek, vagyis több bevételt remélhetünk belőlük. A következő lépés az épületek lezárása, illetve újragondolása tekintetében ennek a nagy buszállomásnak az ideiglenes lezárása lesz, mert hogy 60 ezerbe kerül havi szinten a fenntartása, úgyhogy én most nagyon egyszerűen annyit fogok csinálni, hogy marad tulajdonképpen a helyén a busz végállomás, de kiteszem ide az utcára, és akkor ezt pedig itt kikapcsolom,
mert hogy ekkora buszállomásra nincsen szükség. Elég lenne egy kisebb is, viszont gondolva arra, hogy majd hosszú távon itt akár 10-12 busz is összefuthat, ez lesz majd egy nagy intermodális csomópont. Még van egy olyan érzésem, hogy akár a metró is itt fog majd megjelenni, vagy akár a vasút, majd ezt még ki gondolom, ezért semmiképpen sem rombolnám le ezt se, de mindenképpen kikapcsolom, hogy feleslegesen ne költsük rá a pénzt. És akkor egyelőre jó lesz ez így is, hogy mind az Intercity busz, mind pedig a helyi járat ide fut be. Kettő buszvonalnak amúgy sincsen értelme egy ekkora terminált fenntartani, de hát eddig ugye nem voltak kisebb buszállomások. Így már elég sok mindent kikapcsoltunk, viszont most lassan majd már vissza kell kapcsolnunk a középiskolát, mert ott viszont elég erőteljesen hiányunk van, ugyanígy az általános iskolánál is. Most nem tudom egyébként, hogy az Economy 2.0 óta még fennáll-e az a jelenség, hogyha mindenki tud általános iskolába járni, akkor megszűnik a kereslet a low density rezidentálokra. Egy előző városban, Port Shadowban ez komoly probléma volt, hogy gyakorlatilag több szinten keresztül nem volt kereslet a low density rezidentálokra, és amikor már nem volt mindenkinek lehetősége általános iskolába járni, tehát volt egy ilyen hiány, akkor jelent meg újra. De szerintem ezt is változtatták, ugye az ördög a részletekben lakozik, szokták mondani. És akkor én még most itt fejlesztem a gyáripart, azzal a kitétellel, hogyha majd itt azt szeretnénk, hogy rendes feldolgozó ipar alakuljon, akkor előbb-utóbb Kalidzsot is kell építeni. De az még a jövő zenéje. Most először mentsük meg a várost a csődtől, illetve ne kerüljünk lehetőleg nehéz helyzetbe, lehetőleg még olyan helyzetbe se, hogy kölcsönt kelljen fölvenni. Eddig egyébként a City Skylines 2-ben soha nem is vettem fel kölcsönt, de nyilván, hogyha erre szükség lesz, akkor ezt meg fogom tenni. Talán nem uzsora kamatot számolnak fel rá. A gyáriparnál egyébként nekem rendszeresen problémám az, hogyha túl nagy tömegben jelennek meg ezek az épületek, akkor eléggé nyomasztóak tudnak lenni, meg nem néznek ki jól. Csak ugye az a baj, hogy miután ezeknek a füstje ez eléggé büdös és eléggé ártalmas a rezidentálok számára, a szigetszerű elhelyezés az nagyon nehéz. Ami miatt pedig eléggé mérges vagyok, ez a tile upkeep, nem csak azért, mert hogy megnehezíti a költségvetés egyensúlyba tartását, hanem azért is, mert pont a lényege veszik el ezáltal a City Skylines 2-nek, ami az egyhez képest egy előny volt, hogy tudnélik nagyobb távlatokban lehetett gondolkodni, ki lehetett oldani sok-sok területet, és akkor oda lehetett tervezni. Erre lehet, hogy az lehet egy megoldás, hogy csökkentik a tile upkeep-et, mármint a tile upkeep-nek a mértékét, vagy a másik lehetőség még az lehet, ami szerintem egy jó dolog lenne, ami az anno 1800-ban jelenik meg, hogy úgynevezett blueprintekként lehetne megépíteni az épületeket, és akkor előre lehetne tervezni akár olyan területeken is, amelyek nem a miénk. Az anno 1800-ban is van ez a blueprint funkció, hogy meg lehet építeni előre az épületnek a vázát, mondjuk így, de nem lehet azt az épületet még működtetni, viszont így nem fogjuk elépíteni a helyet, és hatékonyabban lehet tervezni a várost. A várostervezés következő lépése pedig, hogy egy új általános iskolát hozok létre, ez a Small Elementary School, amelyet ide fogok lerakni, és aztán némi gondolkodás után pedig
megépítem a toldalék épületeit is, mert ez a 400 befogadó képesség, ez édes kevés lesz neki. Ezek a toldalék épületek szerintem egy kicsit ilyen barrakszerű kinézetűek, legalábbis ami a általános iskolát illeti, de azért egészen jól működnek, és ami nagyon lényeges, hogy ezáltal a különböző intézményeknek még nagyobb hangsúlyt lehet adni, mert gyakorlatilag, különösen a nagyobb épületeknél egy egész negyedet föl lehet erre építeni, hogy most már van hatósugaruk, és azon belül bárhová lehet építeni ezeket a toldalék épületeket. Közben én meg észrevettem, hogy vízbázisra sikerült ráépítkeznem, de nem baj, itt még pont el fog férni egy ilyen vízpumpa. Egyelőre megépítem, és utána ki is fogom kapcsolni. Közben lassan megérkezik a tél Flora városába, és már majdnem a 9. szintnél vagyunk. Nézem még, hogy mi az, amivel lehet sáfárkodni, mert most már 2 milliót veszítettünk azóta, hogy elindult a játék. Annak ellenére, hogy a lakosság szám viszont 5000-rel nőtt meg, mert azt hiszem, hogy kb. 5-6000-rel kezdtük, és most már 11000 fölött vagyunk, de hát ezek az autók, ezek még mindig elég borzalmasan néznek ki itt, úgyhogy ezzel majd fogunk valamit kezdeni. És akkor itt van ez az Import City Services. Na most én ezt bepipáltam, és pillanatok alatt 90000 hiányom lett. Szóval ezzel csak nagyon óvatosan. Tehát egy rögtön vissza is vontam ezt, mert hogy brutális hiányt kezdett el csinálni, akkor nagyon gyorsan tönkre mennék, hogyha minden szükséges szolgáltatást behoznék a városba, plusz még ennek van egy költsége is, tehát ezt mindenképpen meg kell gondolni, hogy aktiváljátok-e vagy sem ezt az Import City Service rendeletet. Itt még megalkotom a majdani edzőteremnek a helyét, ott már el fog férni az a toldaléképület, és akkor most foglalkozunk egy kicsit az árammal és a vízzel, nevezetesen azzal, hogy hogyan tudunk itt is megtakarítást elérni. Az első dolog, hogy kikapcsolom az egyik vízpumpát, utána pedig ki tudom kapcsolni a másik vízpumpát is, amennyiben felfejlesztem a legelső vízpumpámat. Szerencsére ez a terület gazdag ezekben a mélységi vízbázisokban, úgyhogy igazából víztornyot nem is kell építenem, majd maximum, hogyha olyan nagyon jól fogunk állni, akkor dekorációs célokból építek egyet, de egyébként erre nincsen szükség, és úgy látom akkor, hogy ezt is ki lehet kapcsolni, így egyetlen egy vízpumpával el tud működni a városunk lazán. Nézzük az elektromosságot, itt viszont pont fordított a probléma, hogy tudnélik nincsen elegendő energia, tehát behozatalra szorulunk. Az elektromos áramot mindenképpen be fogja hozni a játék, hogyha meg van építve a vezeték, tehát ahhoz nem kell aktiválni az Import City Service rendeletet, szerencsére. És az elején nem találtam meg a helyét a szélerőműnek, de aztán itt a part mentén, és ez azért is jó, mert a várostól viszonylag távol van, a farmos területeken itt már lehet olyan szélerőműveket építeni, ahol a maximális 5 megawatt energiát tudja termelni. Akkor szerintem így most 3-mal jók is leszünk. Lassan-lassan a veszteségünk az már 4 számjegyűre apad, az már nem rossz, abból már el lehet
indulni, de ez egy lassú folyamat, és sok mindent kell bűvészkedni a költségvetéssel. Kicsit most is SimCity-s érzésem van, ott volt az, amikor ennyire meg kellett szorítani a költségvetést, különösen talán a SimCity 4-ben voltak nekem ilyen városaim, ahol szorítani kellett a nadrágszíjon. De ez nem baj tulajdonképpen, ha meg lehet oldani, mert ez egy érdekes kihívás. És hogyha elérjük a következő fokozatot, a Great Town-t is, akkor is csak 225 ezer pénzt fogunk kapni, tehát mindenképpen csak abban bízhatunk, hogy a költségvetés sikerül egyensúlyba hozni, mert ahhoz képest, hogy régebben talán 2 vagy 3 milliót is kaptunk ezen a szinten, hát ahhoz képest ez annyi lesz, mint halottnak a csók. Nem azt mondom, hogy elutasítom, de nagyon-nagyon kevés. Még azt nézem, hogy lehetséges-e a tűzoltó állomásokból kisebbet építeni, de úgy látom, hogy nem, tehát tűzoltó állomásból nincsen kisebb, ott csak a nagyobbat kaptuk, ezt az Urban Firehouse-t, az meg majd még a jövő zenéje lesz, amikor azt meg fogjuk tudni építeni. Még egy kis építkezés, itt a parkoló mögött, fokozatosan próbálom kiterjeszteni a parti területet, egészen odáig, ahol már van egy nem működő víztorony, ugye azt a nem működő víztornyot egy jelölőnek tettem oda, hogy majd oda kerül a nagyobb városi park, és az építkezés közben azt vettem észre, hogy ebben a városban sokkal többet használom ezeket a mixed rezidentálokat, mint akár Port Shadow-ban, akár Eurográdban ezeket tettem volna, de szerintem nagyon jól néznek ki. Itt most ki kell tölteni valamivel ezt a furcsa kis sarkot, úgyhogy jöhet a tile eszköz. És az az érdekes, hogy fogom, meghúzom ezt a zöld mezőt, és a tél közepén és egy ilyen zöldmezős lesz, de maguk a fák azok már fehéren, illetve zölden, vegyesen jelennek meg. De ez a legkevesebb probléma, tehát ezen már nem akadunk fenn, örülünk ennek a tile funkciónak, sok mindenre lehet még használni. Én is közben folyamatosan nézem a City Skylines oldalakat, Facebook csoportokat, hogy mire lehet még ezeket használni, mert szeretnék én is minél szebb várost építeni, nem csak a YouTube videó miatt, hanem azért is, mert ezt mondtam, hogy minél szebb várost építesz, annál jobban fogod érezni magad az építkezés közben. Nézem közben a költségvetést. Amit egyébként nem értek, hogy miért van az, hogy mindent hónapra vetít le az épületeknél, viszont amikor meg a költségvetést nézem, ott a lenti sarokban, hogy hogyan állunk, akkor pedig órára. Tehát hónapról órára elég macerás átszámolni, szóval jó lenne, hogyha megjelenne ebben a formában is. De ez nem olyan must-have funkció. Ami viszont must-have most ebben a városban, hogy mivel kétszer annyian vagyunk, több mint kétszer annyian vagyunk, mint a 8. szintnek az elején, nagyon gyorsan bővült most a város lakossága, ezért hatványozottan jelentkeznek a forgalmi problémák. Na most, mivel nem tudom ezt kibővíteni, ezt az utat sugárúttá, úgyhogy ne kelljen jelentős városrombolást végrehajtani, ezért akkor azt választottam, hogy mind a kettő irányba egyirányúsítom az utat, és nem is a buszsávot fogom használni, hanem azt a fajta egyirányú utat,
amely háromsávos, mert így akkor még a kapacitást is lehet növelni. Itt az egyik oldalon megy be a városba, a másik oldalon pedig jön ki a városból. Hogyha meg akarjátok fordítani az irányt, de szerintem ezt többség tudja, de aki nem tudja, annak mondom, hogyha meg akarja fordítani az irányt, akkor hosszan kell megnyomni az egérgombot, és akkor önmagától megfordul. Én speciál egyébként elég nehezen jöttem rá, hogy így kell fordítani az utat. Én kattingattam a jobb egérgombbal, de aztán kiderült, hogy ez balossal működik most már a CS2-ben. Így már egy picivel jobb a helyzet, megemelem a parkolódíját is, utazzanak inkább busszal, plusz ebből nekem azért akkor többletbevételem is lesz, és akkor még kell egyirányosítani az utakat, mert ez nem állapot, és a nagy építkezés közben már január közepén vége is lett a télnek. Itt ilyen rövid telek vannak, persze ez is változó, de hát nem olyan hosszúak, mint a Twitch-es Eurográdban, ahol gyakorlatilag októbertől áprilisig folyamatosan tél van. Közben a költségvetésünk is változik, de most már el lehet azt mondani, hogy rendszeresen csak 4 számjegyű veszteséget produkálunk, illetve esetenként már a mínusz 5000 alá is benézünk, úgyhogy ha minden így marad, illetve ez tendenciává válik, akkor ki lehet jelenteni, hogy ezt a várost pénzügyi szempontból sikerült megmenteni. Nyilván az, hogy gyarapodni is elkezdjünk, az majd még egy következő fejezet lesz, de maga a veszteség az már mérsékelődött annyira, hogy innentől kezdve már lassabban fog majd csökkenni a pénzünk, remélhetőleg. Még egy kis építkezés, itt szerte a városban, és utána következik a szintlépés. Még egy kisebb forgalmi dugó, illetve baleset keletkezett pont ott az alagút szélénél, és akkor ezzel el is értük a 9. szintet, a Great Town szintjét, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve lehetővé válik High Density Commercialok építése. Én ezzel megköszönöm szépen a mai napi szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Szerdán City Bus Manager immár a teljes verzió, pénteken folytatódik az Old World a pénteki stratégiákban, és mivel itthon vagyok, ezért most már számíthatok arra, hogy több mint heti 3 tartalommal jövök az Andrew City Life YouTube oldalán. Mindenkinek kellemes, hőhullámmentes hetet kívánok, sziasztok!